Sziasztok, Mészáros Dóri vagyok, és a Keset évfolyamra jártam. Az iskolának üzenem, hogy boldog negyed évszázadot, ismét sikerült utolérnie. Ünnepeljük együtt a 25. születésnapot. Jó bulizást kívánok mindenkinek! Ami számomra a legjobb volt az iskolában, hogy nagyon jó volt a közösség. Mai napig is tartom a kapcsolatot az ott megszerzett barátaimmal. Ezt a mellékeltábra is mutatja, hiszen most küldöm nektek ezt a videóüzenetet. És ami a legrosszabb volt, az az volt, amikor el kellett balladni az iskolából. Jó bulizást még egyszer! Sziasztok! Sziasztok! Erdély Dávid vagyok, a titokosztályban jártam, később a retinába. 2012-ig lauderes diák voltam, és ezúttal szeretnék 25. születésnapja alkalmából boldog szülinapot kívánni. Sziasztok! Azt szeretném üzenni a laudernek, hogy mindenki nagyon hiányzik, és sajnálom, hogy el kellett jönnöm, mert rengeteg jó élményem van onnan, és emlékem, és negatív élményem az est sincsen, viszont még azt el szeretném mondani, hogy azért örülök nagyon, hogy a lauderbe jártam, mert amikor oda kerültem, akkor nagyon visszahúzódó voltam és csöndes, viszont egy olyan közösségbe kerültem bele, ami ezeket a bakiimat teljesen kitörölte belőlem, és most már sokkal jobban érzem a bőrömben, meg minden. Szóval köszönöm szépen, és puszi! Sziasztok! Valtamár Lucifer vagyok, a Tükör utána pedig H-osztályból tanulja. Az iskola azt tanította meg, hogy nincsen lehetetlen. Ha valamit kitűzze magad elé, és teszel is érte, akkor biztosan eléred azt. Sziasztok! Delgado Viktor vagyok, a 2001-ben végzett Benjamin osztályba jártam. Engem akkoriban főleg a kosárlabda kötött le, így ezután is szeretném megköszönni az akkori tornatanáromnak, hogy lehetőséget adott, hogy az iskola kosárlabda csapatot képviselje. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, és kellemes időtöltést. Remélem, hogy a szülinap továbbra is ugyanolyan jó buli, mint amilyen régen volt. Üdv mindenki! Sziasztok! Radó Judit vagyok. 16 évet jártam a Lauder iskolába. 94-ben kezdtem az OVIT, 97-ben lettem elsős a vízosztályban, és 2010-ben érettségiztem az Olot évfolyam Hórev csoportjában. Amit kiemelnék a Lauderrel kapcsolatban az az, hogy már a kezdetektől kialakult egy nagyon családias, baráti légkör a gyerekekkel, szülőkkel és a pedagógusokkal is egyaránt. Rengeteget játszottunk, kirándultunk és sok közös programot szerveztünk iskolán kívül is. Ami számomra a legfontosabb az iskolával kapcsolatban, és amit megtanított az iskola, az az, hogy hogyan fogadjam el önmagam, hogyan fogadjam el a másikat, és hogyan fogadjam el a másságot. Én azt üzenem az iskolának, hogy maradjon meg mindig ilyennek, mint amilyennek én megismertem. Gábor Móni vagyok, és 18 évig tanítottam a Lauder iskolába. Ami pozitívumra emlékszem, az még az eleje volt, mikor reggelenként a Lendvai utcába mentem, és már úgy ébredtem otthon reggel, akkor még nem volt gyerekem, nem volt férjem, hogy jaj, de jó, mehetek a Lauder iskolába. Nagyon édes gyerekek és nagyon együttműködő kollégák vártak minden nap. Sőt, sokszor a Barna, aki akkor a gondnok volt az iskolában, nem hiszem, hogy sokan emlékeznek rá, reggelenként még egy kis csokit is a kezembe nyomott. Negatív, az már a vége fele volt, amikor próbáltam megértetni, hogy mi az, amit én nem látok jónak az iskolában, és valahogy nem találtam befogadó fülekre. És amit pedig üzenek az iskolának, hogy most akkor így tovább, ezen az úton, amin most vagytok. Sziasztok, Seres Luca vagyok, az Asszon osztályba jártam. Jannónak az osztályába. És szeles itt az időnk, hogy azt hiszem, hogy bemegyek, de minden esetre éppen Tel Avivból jelentkezem be hozzátok. Hú, de jó a sérom. Mögöttem a tenger, bár nem látszik, de azért ott van. Szépen süt a nap. Igazán nem akarom fájdítani a szíveteket. Minden esetre azt a feladatot kaptam, hogy küldjek nektek egy videóüzenetet. Onnan, ahol élek. Ami most ugye Tel Aviv, mint ahogy ezt említettem. És a kérdés az, hogy mi volt a legjobb vagy a legrosszabb élményem a Lauderrel kapcsolatban. Hát azt hiszem, hogy a legrosszabb az talán az, hogy nem ilyen időjárás volt kint, amikor reggel fel kellett kelni és oda kellett menni általában. Viszont viccet félretével imádtam oda járni, imádtam a Laudert, nagyon sokat köszönhetek a Laudernek és Önónak és az osztályomnak.
És hát igen, azóta is azért elfog egy ilyen vicces, furcsa érzés, amikor elmegyek a gyönyörű rózsaszín szivárványos épületetek mellett. Mindenkinek nagyon sok puszi, érzitek jól magatokat az iskolanapon, vagy hogy is hívják ezt, minden esetre én imádtam minden percét. Puszi! Sziasztok! Vajda Tibor vagyok, tűzosztályba jártam először, aztán abból lett az onot, ott is végeztem. A Laudernek azt üzenem, hogy mindent így tovább, de azért fejleszteni mindig lehet. És az, hogy a dolgokat komolyan vesszük, vagy komolytalanra vesszük, az nem fekete-fehér, hanem a kettő között van átmenet, és ezt kell megtalálni a Laudernek mindig, ami nehéz feladat. Ehhez kívánok sok sikert. Szerintem jó úton volt az elmúlt 25 évben, azt kívánom, hogy a továbbiakban is legyen így. Ami jó volt szerintem a Lauderbe, amikor én oda jártam, az az, hogy minden lehetőségem megvolt. Bármilyen irányba el akartam indulni, akkor arra találtam partnereket, illetve találtam segítséget. Ami rossz volt viszont, hogy azok, akik nem tudták, hogy mit akarnak kezdeni magukkal, azok nem találtak maguknak partnert, vagy nem találtak maguknak segítséget abban, hogy útba igazítsák és utat mutassanak nekik. Így ezek el is kavarodtak a Lauder utáni években. De hát minden életnek két oldala van.